Már hagyománnyá nőtte ki magát Marosmenti településünkön, hogy a helyi középiskolák diákjai tavasszal és ősszel összemérik erejüket több sportágban. Az idén októbertől egészen november közepéig tartó rendezvénysorozat ezúttal 5 fordulóra épül, a labdajátékok között helyet kapott a TNT Junior Challenge csapatverseny is. Nagyon alapfeladatokat válogattunk össze a számukra, ami nagyon fontos, hogy a biztonságuk az elsődleges, és hogy igazából a sport szeretetét, a sporttudatos életmódnak a népszerűsítését szeretnénk, hogy a fiatalok körébe is évről évre visszatérően támogatni, és igazából egy pozitív példát mutatni ezzel a többieknek is. Itt is ezért ez volt a cél, hogy elsősorban saját súlyos feladatokkal, mint fekvőtámasz, fölülés, guggolás, illetve olyan biztonságos eszközökkel, mint a Concept 2-es evező és a különböző biciklik vagy kerékpárokkal próbáljuk ezeket a verseny keretek közé önteni. Az erőpróbára többen céltudatosan készültek, mind fizikailag, mind stratégiailag. Mondhatom, majdnem jobban izgulok én, mint a gyerekek. Már napokkal ezelőtt is összeállítottuk egy ilyen taktikai táblát, hogy kinek milyen sorrendben kell majd feladatokat végrehajtani, és próbáljuk ezt most élesben is kipróbálni. És öröm látni, hogy tényleg az iskolák ennyire küzdenek egymással, ennyire szervezetten készültek fel a mai napra. És egy üdös színfolt természetesen a labdajátékok mellett, pluszban még az is, hogy lány is van a csapatban, tehát így egy ilyen egységé kovácsolódik az iskola, hogy a fiúk, a lányok egymást válva vetve képviselik. A fiatalok között vetélkedett Telek Nikolász is, aki előszeretettel hódol a küzdősportoknak. Mint elmondta, jó ötletnek tartotta, hogy élesben is kipróbálja ezeket az összetett versenyfeladatokat. Nehéz volt, én véleményem szerint. Azért, hogyha valamilyen eredményt el akarunk kérni, akkor nyomni kell, hogy dobogóra kerüljünk. A rendezvényen az első helyet a Galamb vívta ki magának, második lett a Jag, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Keri iskola növendékei állhattak fel, a negyedik helyen pedig a Jújú végzett. Az őszi sporthetek utolsó fordulójára november 11-én kerül sor, ekkor a floorball lesz terítéken. Itt az is kiderül majd, hogy melyik oktatási intézmény nebulói teljesítettek a legjobban a versenysorozaton.